ez az az egy törvény, amiben igazán markáns változások vannak 2016-tól. A többiekben, ahogy látták, nincsenek olyan hatalmas nagy változások. Ebbe igen, de a társasági adóban nem. Többféle kihívással kell küzdenünk. Az egyik az, hogy ugye ebéd után vagyunk, és ez egy laza kétórás előadás, úgyhogy hát mindenki saját vérmérséklete szerint próbáljon koncentrálni. Kezdjünk a számvitellel, ahogy mondtam, ez lesz a nagyobb lélegzetű rész. Alapvetően van egy nagyon jó hírem. Ez a nagyon jó hír az, hogy bármennyire is úgy tűnik, hogy a számvitel jelentősen változott, higgyék el, hogy ez a vállalkozások nagy többségének jelentős egyszerűsítéssel fog járni. Tehát lehet, hogy most úgy gondolják, hogy ahogy én itt elkezdem, akkor ennek alapján senkiben nem ez a kép fog kialakulni, de higgyék el, hogy a változások egyik markáns vonala az, hogy egyszerűsödik az életünk, a vállalkozások jelentős részének egyszerűsödik az élete. Ahhoz, hogy ehhez elérjünk, először nézzük meg, hogy milyen fogalmi változások vannak, utána majd beszélünk az értékhatárváltozásokról, ahol majd megtapasztaljuk ezeket az egyszerűsítési lehetőségeket. Mérlegtételeket, az osztalékfizetés, itt azért lesz egy jó kis kör, amit el fogunk tölteni, példákat is hoztam annak érdekében, hogy hogy is történik majd 2016-ról, ugye 2017-ben először az osztalékfizetés, de nem lehet erről elég korán elkezdeni beszélni. Megpróbáljuk majd azt a követelményt is végigvizsgálni, hogy a beszámoló az ugye összehasonlítható legyen, azaz a nyitó adatok és a záró adatok, a tárgyévi adatok összehasonlíthatósága, mert hogy a nyitó adatok, ami a 2016-os beszámolóban nyitó adat lesz, az a 2015-ös záró adat, és azt ugye még a mostani számviteli törvény szerint fogjuk megcsinálni. Úgyhogy erről fogunk részletesen beszélni, a kiegészítő mellékletről. Hát ezzel kapcsolatban van egy olyan hírem, amit már előzetesen el kell, hogy mondjak, hogy sajnos ezek a Word-ben történő átmásolások 2016-ban nem fognak működni, tehát az eddigi kieg melléklet szerkezetünket, tartalmunkat azt most ad acta fogjuk helyezni, csinálunk egy újat, amit reméljük, hogy megint a következő törvényváltozás egészen hosszan fogunk tudni használni, tehát az, hogy átkopizzuk a 15-ös évnek a kiegészítő mellékletét, kijavítjuk az évszámokat és gyakorlatilag változatlanul hagyjuk, azért még az belső számokat sem árt kijavítani. Könyvvizsgálóként nagyon sokszor találkozom azzal, sajnos igen, el kell, hogy mondjam, hogy könyvvizsgálóként találkozom azzal, hogy hát jó, hogyha csak az évszámba marad benne hiba, és nem pedig a belső adatokba, de a kiegészítő mellékletet egy új struktúrába kell 2016-ban felépítenünk, tehát a 17-es változás ennyiben több lesz, de ezt egyszer megcsináljuk, utána majd fogjuk tudni alkalmazni. Lesznek egyéb speciális módosítások, és beszélünk egy kicsit az IFRS-ről, vagy IFRS-ről. Na nézzük akkor a fogalmi változásokat. Ugye a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó fogalma, ezek azért nem teljesen új fogalmat, lesz egy-kettő, ami teljesen új, de a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó fogalma, ez egy bővített definíció, ami azt jelenti, hogy két pontból áll, a törvényi hivatkozásokat is ideírtam, az a gazdálkodó, amelynek átruházható értékpapírjait az európai gazdasági térség valamely állam szabályozott piacán kereskedésre befogadták, tehát az EGT tőzsdéken jegyzett, ugye, ha ezt így jegyzik meg, az EGT tőzsdéken jegyzett, az biztos, hogy közérdeklődésre számot tartó. Ezen kívül van egy következő kategória, amelyek szintén közérdeklődésre számot tartók, mégpedig minden olyan az A pontban nem említett, tehát ugye az EGT
tőzsdéken jegyzetteken kívül az ez alá nem tartozó gazdálkodó, amelyet jogszabály közérdeklődésre számot tartónak minősít. Jelen pillanatban ilyenek a biztosítók, kivéve a kölcsönös biztosító egyesületet, ilyenek a hitelintézetek, kivéve az Exim Bankot, a Nemzeti Bankot és a